Szakmafest, iskolák és vállalkozások várják az érdeklődőket szeptember közepén. Segítség, új lakóotthonokba költözhettek a pszichiátriai betegek Fülpös Darócon. Fényes napok, Korda György és Balázs Klári is énekelt Máté Szalkán. Szeptember 15-én egy napra a szakmák mini birodalmává alakul Nyíregyházán a Kossuth tér. Aznap rendezik meg a Szakmafest elnevezésű rendezvényt, amelyen a vármegye számos gazdasági szereplője és foglalkoztatója várja az álláskeresőket egy innovatív állásbörze keretében. Köszöntöm Önöket, ez a Kölcsey Televízió iradója. A Szakmafest beharangozóján Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere azt mondta, kettőség jellemzi az aktuális munkaerőpiaci helyzetet. A nagyvállalatok keresik a szakképzett munkaerőt, a vármegyében ugyanakkor jelenleg több mint 23 ezer álláskeresőt regisztráltak. Abban bíznak, hogy a szeptemberi fesztivál összehozza az igényeket. Tudományok utcája, Profi utca, Startup utca vagy Gyárak utcája csak néhány azok közül, amelyek bejárhatóak lesznek szeptember 15-én Nyíregyházán a Kossuth téren kialakított egynapos kisvárosban. A nyíregyházi foglalkoztatási paktum a szakképzéssel, a város meghatározó gazdasági szereplőivel és a foglalkoztatás területén érintett szervezetekkel együttműködve szervezi meg a Szakmafestet. A rendezvény célja, hogy újfajta szemlélettel mutassák meg a vármegye álláskeresői vagy a pályaváltás előtt állók számára a szakképzésben rejlő lehetőségeket. De talán a legfontosabb az, hogy a Nyíregyháza környezetében lévő vállalatokat, cégeket segítsük abban, hogy valóban jó szakemberekkel dolgozhassanak, vagyis a szakmaválasztás mellett mi a foglalkoztathatóságot is kitűztük célként. Az együttműködésen van a hangsúly, hogy itt a szakképzési centrumok, szakképzőiskolák, a tankerületi központ, a foglalkoztatási főosztálykamarák és a cégek együtt mozdulunk meg, és már a szervezésben is együtt dolgoztunk azért, hogy ez egy valóban sokszínű rendezvény legyen. Egyedülálló kísérő programja lesz a fesztiválnak a Nyitott Gyárak program, melyhez a LEGO nyíregyházi üzeme is csatlakozott. Ennek keretében összesen 15 cég nyitja meg kapuit és mutatja meg az érdeklődő fiataloknak, hogyan zajlanak a napi munkamenetek a nagyobb vállalatoknál. Akkor, amikor valaki munkát keres, egyébként is egyfajta jó, egy alapfeszültség van benne, de akkor, amikor arra gondol, hogy bemegy egy olyan vállalathoz, amit nem ismer, főként ha nagy, főként ha grandiózus, akkor van benne egy olyan plusz feszültség, ami talán nagyon sokakat visszafoghat. Miért? Mert nem ismeri, nem tudja. Most fiatalokat fogunk megszólítani, mintegy 400 fiatalt, 15 vállalat fogja kinyitni szélesre az ajtajait és a kapuit, és ennek valóban az a célja, hogy inspiráljuk a fiatalokat, megmutassuk nekik, hogy valójában mi történik ezekben a gyárakban, hogyan élnek ott az emberek, hogyan dolgoznak ott, milyen folyamatokban, milyen technológiában. Kovács Ferenc nyíregyháza polgármestere arról beszélt, kettősség jellemzi az aktuális munkaerőpiaci helyzetet. Mint mondta, a nagyvállalatok keresik a szakképzett munkaerőt. A vármegyében ugyanakkor jelenleg több mint 23 ezer álláskeresőt regisztrálnak. A városvezető abban bízik, hogy a nyíregyházi foglalkoztatási paktum munkája és a szeptemberi fesztivál összehozza az igényeket. Én nagyon örülök, hogy ez a négy munkacsoport, amely tavaly a nyíregyházi foglalkoztatási paktum szervezetei közt megalakult, ez kitalálta azt, ezt a programot, ezt a szakmafesztet, ami mutatja ennek a teljesen újszerű megközelítését, de mögött az van, hogy a munkáltatók, a nagyfoglalkoztatók, a középfoglalkoztatók, a szakképzési intézmények, a város, a nyíregyházi paktum koordinálásában ezen gondolkozik, és folyamatosan ezért dolgozik, hogy egyrészt ezt a nagy kérdést, amit eddig nem sikerült megoldani, és önmagában az új beruházások sem biztos, hogy meg fogják oldani, nyilván azok sokat segítenek, és enélkül nincs miről beszélni, de kell még valami plusz. Én azt remélem, hogy ez a Szakmafesttel elindul egy ilyen új program, ami eredményes lesz. A Szakmafest reggelén futással és flashmobbal ébresztik a várost a résztvevők, a szakmák bemutatását pedig sport és kulturális programok kísérik, majd gálaműsor zárja a rendezvényt.
A Népbikhez hasonlóan a Nemzeti Adó és Vámhivatal is ellenőrizte a nyári időszakban a strandokat. Az ott működő vállalkozásokat vizsgálták. Bár az ellenőrzés még tart, az eddigi adatok alapján a cégek harmadánál találtak a revizorok valamilyen szabálytalanságot. A strandokon is ellenőriztek a NAV munkatársai a nyári szezonban. A hivatal évi ellenőrzési tervének megfelelően Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szinte egész területén végeztek ellenőrzéseket. Elsősorban a turisztikailag frekventált területeken, üdülőhelyeken, fesztiválokon, valamint különféle kulturális rendezvényeken ellenőrizték azokat az adóalanyokat, akik valamilyen szolgáltatásokat nyújtottak, illetve értékesítést végeztek. Így több strandon megfordultak, tófürdőkben, különféle vendéglátóipari egységekben ellenőrizték a szálláshelyszolgáltatókat, zöldség- és gyümölcskereskedőket, eljutottak az állatparkba, a kalandparkokat is vizsgálták, illetőleg a fagylaltozókba is ellátogattak ellenőrzés céljából természetesen, valamint ellenőrizték a közterületeken értékesítő vállalkozásokat is. A revizorok ellenőrizték a nyugta és számlaadásokat, a pénztárgépek szabályszerű működését, a jövedéki termékek forgalmazásának szabályszerűségét, az áruk eredetét, valamint a foglalkoztatottak bejelentését. Összesen 571 alkalommal folytattak le ellenőrzést, az elvégzett ellenőrzésekkel kapcsolatban 36%-ban állapítottak meg valamiféle szabálysértést, és ennek következtében több mint 20 millió forint értékben szabtak ki mulasztási bírságot. A mulasztási bírságokkal kapcsolatban érdemes még azt is tudni, hogy ezen felül utólagos adóellenőrzésre számíthatnak azok az adózók, akik be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztattak, illetőleg akik valamilyen súlyos, valamint ismétlődő szabálytalanságot követtek el, és nem éltek az önellenőrzés lehetőségével. A NAV 2023-as ellenőrzési tervében kiemelt figyelmet kap továbbá az építőipar, a számítástechnikai termékek kereskedelme, a gépjármű és gépjármű alkatrész kereskedelem, a zöldség és gyümölcs kereskedelem, az online értékesítés, valamint az adózatlan jövedéki termékek. Új otthonokba költözhettek a pszichiátriai betegek Fülpös-Darócon, Géberjénben és Nagyecseden. A programot a Vármegyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Jót s Jól Egyesület közösen indította. Az a céljuk, hogy a nagy létszámú intézmények helyett otthonosabb ellátást kapjanak a betegek, akik dolgozhatnak is. Gondozott udvar, családias környezet, ilyen kis létszámú lakóotthonokba költözött 60 pszichiátriai ellátott. A Fülpös-Daróci házon kívül további 4 újult meg, vagy épült fel ilyen mintára. 2 Géberjénben és 2 Nagyecseden. A programot a Vármegyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Jót s Jól Egyesület közösen indította. Céljuk a nagy létszámú intézményi ellátás teljes körű kiváltása és a lakók igényeihez alkalmazkodó közösségi alapú ellátás kialakítása. Az egyesületet alapító Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője elmondta, az ellátottak életminőségének javításában nagy szerepe van a civil szervezet szakembereinek, ami országos példa lehet a támogatott lakhatást biztosító programok számára. Szerződést kötöttünk a nagy intézménnyel, és ennek a 60 embernek mi próbálunk meg segíteni. Nem dicsekvésből, de azért elmondom, hogy országos minta próbál lenni belőle, hiszen eddig az SZGF, mint fenntartó, saját magának csinált egy ilyen képző központot, a nappali foglalkoztatás elege megyen, és mi azt mondtuk, hogy ebbe leszünk az elsők, hogy külső szereplőként csatlakozunk ez a programhoz, és ez a foglalkoztatás az, ami azt gondolom, hogy országos minta lett, hogy hogyan tudja egy már működőben lévő civil szervezet, elsősorban foglalkoztatási múltal rendező civil szervezet együttműködni az állami fenntartókkal. A mindennapok munkával telnek. Fülpös-Darócon például ebben a gyógynövénykertben is dolgozhatnak a lakóotthonban élők. A kertészkedésen kívül pedig
egy szintén a községben kialakított mosodában tudják az ellátottakat foglalkoztatni. A kiválasztás az a bentlakásos intézményeknek volt a feladata, egyrészt a beszélgetésekről, hiszen az embereknek a véleménye is fontos volt, a klienseknek olyan állapotba kell lenni, akikről az orvosi bizottság vagy a szakértő megállapított, hogy közösségbe integrálható, tehát a nagyon súlyos fogyatékossága, vagy pszichiátriai kórképpen rendelkezők nem kerülhettek bele, hiszen az veszélyt jelentett a saját magára, illetve a közösségre. Tehát volt egy team, egy csapat, ez érzékenyítéssel is együtt járt ki, jártak a településre, és a végén azt hiszem, hogy mondjuk 60 ember tekintetében, 100-120 emberből lett kiválasztva az a 60 ember, akinek szándékába is volt, mert erőszakon is lehetett meg, szándékában is volt kitagolásban részt venni, és az állapota is olyan volt, hogy tud ebbe a mini környezetbe, vagy ebbe a 12 fős környezetbe élni és jól élni. A program a Barka Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás Fülpös-Daróc telephelyen működő pszichiátriai betegek otthonának 60 férőhelyét váltotta ki. A Vármegyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Jót s Jól Egyesület több mint 487 millió forint értékű, visszanemtérítendő uniós támogatást nyert korábban a lakhatási és foglalkoztatási projekt finanszírozására. Különleges tűzzománcos címert kapott a Lónyai önkormányzat, az adományt a most záruló Lónyai emlékév tiszteletére kapták. 200 évvel ezelőtt született a faluban a néhai miniszterelnök Lónyai Menyhért. A politikus alakját idézték fel tisztelői. A Lónyai család legismertebb és legsikeresebb tagja Lónyai Menyhért volt, aki 1822-ben látta meg a napvilágot Nagy Lónyán. Születésének 200. évfordulója alkalmából összefogtak az egykori lónyai települések, hogy méltóképpen emlékezzenek meg a néhai miniszterelnökről. Erről egy megállapodás is született. A Szabadszatmár-Bereg megyei önkormányzat, Lónya, Tuzsér, Deregnyő, Mordogoleszi, Beregsom, később pedig Vásárosnemény csatlakozásával, amelyben közösen fordultunk a Magyarország kormányához, hogy nyilvánítsa emlékévé 2022-t. Sajnos ez nem lett hivatalosan emlékép, de forrást tudtunk kapni a általunk elkedvelt rendezvények megvalósításához. Versenyek, előadások, kulturális rendezvények. 18 hónap alatt mintegy 100 programot bonyolítottak le, köztük legutóbb egy egyedi tűzzománc címer átadását Lónyán. Van egy hosszú előkészület. Az előkészület a tervezés, meghatározni az optimális nagyságát. Egy az egyes rajzot készíteni, részből kivágni, kifűrészelni, utána már csak zománcozni kell. Ami hosszú-hosszú lélegzet, tehát ha elkezdek zománcozni, akkor megpróbálom úgy, hogy a több darabból álló zománcot mindegyiket kiégetni. Ha kiégettem, akkor utána jön egy kis pauza, mert a varázslászót nem szeretem. A csoda akkor jön létre, ha a kemencébe van. Utána pedig egy 2-3 napos festés következik, hogy minden egyes szín adott szárasságban, adott vastagságban jelenjen meg, aztán újra égetés. Ez többször. A technika lehetővé teszi, hogy akár több ezer évig is fennmaradjon egyfajta üzenetként a jövőnek. A térség országgyűlési képviselője arra is kitért beszédében, hogy gróf Lónyai Menyhért munkássága méltó arra, hogy erőt merítsünk belőle a 21. század kihívásaihoz. Ennek jelképe a tűzzománc címer is, amelyet nagy becsben tart majd a falu. A település számára ez egy nagyon nagy dolog, hiszen elég sok mindenünk volt, aminek nem voltunk jó sáfárai, hiszen leégett a kastély, eltűnt az uradalmi magtár. Tulajdonképpen a grófi időkből már csak a református egyház őriz valamilyen kis tárgyi emlékeket, és igazából ez most a falu számára egy nagy dolog, mert immár nekünk is lesz valamilyen kegytárgyunk, nevezzük így. Bár a címert a művelődési házban adták át, nem marad itt. Ez ugyanis jelenleg segítő pontként működik az Ukrajnából érkező menekültek számára. A polgármester szeretne vigyázni az alkotásra, ezért a hivatal tárgyalójában fog helyet kapni. Korda György és Balázs Klári is vendégszerepelt a hétvégén Máté Szalkán. Már hagyomány a városban, hogy augusztus végén megrendezik a fényes napokat. Az esemény csúcspontja idén is a Mécses tartófiú történetének megelevenítése volt. 1888-ban a mai Magyarország területén Máté Szalkán gyulladt fel először a közvilágítás. New Yorkkal egy időben, Párizs után két évvel. E világra szóló technikai történet ihlette a Máté Szalkai fényes napok elnevezést.
A programsorozat erősíti az itt élők identitástudatát és színvonalas szórakozási lehetőséget biztosít a város lakóinak. Ez egy csoda a város életében. A fényes napok a közösség ünnepe. Én mindig arról szoktam beszélni, hogy Mátészalkán nagyon-nagyon szuper gazdasági élet zajlik, nagyon fontos események zajlanak, nagyon szépen fejlődik a város, de a mi legnagyobb kincsünk az nem más, mint a csodálatos mátészalkai közösség. Talán ez az az időszak, amikor a város még inkább megmutatja, hogy milyen szíve és lelke van. Még többet mosolygunk egymásra. Jobban ragyog a szemünk. Több gyerekkacaj hallatszik a város terein. Szóval ez egy olyan alkalom, amikor még inkább megmutatjuk, hogy mennyi kincsünk van itt Szatmár szívében, Szatmár fővárosában, Mátészalkán, a fényvárosában. A pénteki sztárfellépők mellett a vármegye kiváló zenészei is szolgáltattak muzsikát a tereken. Zenélt többek között a Kelet Brass Band, és őket követte az Azerdus tűzszínházi produkciója. Hanusi Péter polgármester azt is elárulta, a rendezvény mely mozzanata a legkedvesebb számára. Mindig az a pillanat, amikor a mécses tartófiú életre kel, és a város mindenkori polgármesterének, adott esetben most nekem, átnyújtja azt a fényt, amiről mindig beszélünk, amikor arról beszélünk, hogy Mátészalkán a fényt azt nem így objektív valóságában kell leginkább keresni. Természetesen úgy is lehet, hanem az emberek szívében és a lelkében. Ez a szeretet fénye. Mi valóban azt gondoljuk, hogy amikor a mécses tartófiú életre kell, akkor egy különleges láng gyullad meg itt, amely jelképezi ezt a szeretetet, ami bennünk van. És aztán emberek ezrei, sőt több mint 10 000 ember kíséri végig a mécses tartófiút a város utcáin, a város szívébe. Ez a legkedvesebb nekem végig a fényes napok folyamán. A mécses tartó fiú életre keltése után kezdetét vette a fényes felvonulás, mely teljes egészében bevilágította Mátészalka tereit és utcáit. Az országos sorozat után a megyei bajnokságban is kisorsolták a kupamérkőzések párosításait. A selejtező második fordulójában a tavaly évhez hasonlóan Csengersima Nagyecsed és Gyulaháza Ibrány mérkőzést is rendeznek szeptember 6-án. Miközben a labdarúgó magyar kupában hétfőn készítették el a 2023-24-es sorozat országos főtáblájának sorsolását, Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében már az egy évvel későbbi sorozatra készülnek a csapatok. Az MLS vármegyei igazgatóságán a hét elején 16 párosítást sorsoltak ki a versenybizottság képviselői. 34 csapat nevezett az idén magyar kupába, így el kellett érnünk azt, hogy 32 vagy 16 csapat jöjjön ki, ezért úgy döntöttünk, hogy a tavalyi évek eredmények alapján 4 csapatot kiemeltünk, és velük rendeztük volna az első kört, de a 4 csapatból Nyírt Ura az egyik visszalépő volt, és a kupakiírás úgy szól, hogy a megyei bajnokságban, illetve az MLS által rendezett bajnokságban résztvevő csapatok részére van a magyar kupa kiírva. Mivel Nyírt Ura visszalépett a bajnokságból, ő természetesen kupába sem játszhatott, így az ő ellenfele játék nélkül jutott tovább, így egy megyei harmadosztályú párosítás volt az első kör igazából. Így lett meg a 32 csapat, innentől viszont már egyenes kiesésben megy tovább. Az aktuális sorozatban 6 vármegyebeli alacsonyabb osztályú együttes jutott az országos főtáblára. Közülük a Nagyecsed még áll, sőt a vármegyei első osztályú együttes a Ferencváros fogadja a harmadik fordulóban. Azt még nem lehet tudni, hogy a következő sorozatban mennyi helyet kap a vármegye. Nem tudjuk egyenlőre még, azért is van ez a sorsolási mizéria az elején, hogy szeretnénk olyan párosításokat kialakítani, amiből bárhány vagy bármennyi csapatot tovább tudunk juttatni. Így, hogyha 8 csapatot kapunk, akkor a 8 fő is megvan, de 6 csapatot is tovább tudunk juttatni, így meg lehet oldani a dolgot. A vármegyei másodosztály Pannonia ZRT csoportjában szereplő Biri az osztálytárs 3-es számú csoportban szereplő Tiszaszalkához látogat. Kicsit sötét ló nekünk Tiszaszalka. Nyilván örülünk neki, hogy most nem megy egyes ellenfélekkel találkozni, bár igazából mi a kupában azért is szoktunk többek között nevezni, hogy erősebb csapatok ellen játszunk.
tavaly ebből nagyon jól jöttünk ki, sikerült föltáblára jutni. Nyilván szeretnénk most is tovább jutni, de biztos, hogy nem lesz egyszerű idegenben a Tisza Szalka ellen. A mérkőzéseket szeptember 6-án játsszák le. A továbbjutás egy találkozón dől el, amennyiben 90 perc után döntetlen az állás, az alacsonyabb osztályú csapat lép tovább. Azonos osztályban szereplő csapatoknál döntetlen esetén következnek a 11-esek. A két legtovább jutó együttes játszom majd jövő nyáron a Vármegyei Kupa döntőt. Kedves nézőink, mivel híradunk végére értünk, nézzük főpíreinket még egyszer néhány mondatban. Szeptember 15-én egy napra a szakmák mini birodalmává alakul Nyíregyházán a Kossuth tér. Aznap rendezik meg a Szakmafest elnevezésű rendezvényt, amelyen a vármegye számos gazdasági szereplője és foglalkoztatója várja az álláskeresőket egy innovatív állásbörze keretében. Új otthonokba költözhettek pszichiátriai betegek Fülpös-Darócon, Géberjénben és Nagyecseden. A programot a Vármegyei Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, valamint a Jót s Jól Egyesület közösen indította. Az a céljuk, hogy a nagy létszámú intézmények helyett otthonosabb ellátást kapjanak a betegek, akik dolgozhatnak is. Korda György és Balázs Kláris vendég szerepelt a hétvégén Máté Szalkán. Már hagyomány a városban, hogy augusztus végén rendezik a fényes napokat. Az esemény csúcspontja idén is a Mécses tartófiú történetének megelevenítése volt. Önök augusztus 30-án, szerdán a Kölcsei Televízió híradóját látták, friss hírműsorra a legközelebb, csütörtökön este. Várjuk majd Önöket, addig is, ha van kedvük és idejük, látogassanak el a weboldalunkra. Én már a munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! Szerda éjszaka borult idő várható, de eső nem lesz. A hőmérséklet 15 és 18 fok közötti értékekre hűl vissza. Csütörtökön napközben napos és felhős időszakok váltják majd egymást, de a hőmérséklet nyárias marad, 22-24 fokra lehet számítani. A hét további részében is a maihoz hasonló időjárás valószínű. Az előrejelzések szerint eső a héten nem várható.